négy óra múlt pár perccel, tehát azok a srácok, akik most itt ülnek és várják az előadást, fáradtak. Mit lehet átadni? Milyen időkeretet üzleti magának? A gyerekeknek a figyelme az olyan fél órára limitálódik maximum, és ebben a fél órában próbáljuk interaktívan elmagyarázni azt, hogy honnan lehet elindulni és hova lehet eljutni, illetve a kicsit az emberek fejében lévő gátokat átszabni, kinyitni és megmutatni azt, hogy tényleg van más, mindig van más út, más lehetőség. Én ismerek sok olyan cigány hallgatót, egyetemi hallgatót, akiknek szintén nem volt segítség otthon. Ismerek sok olyan hallgatót, aki családi körülményeket most nem vizsgáljuk, és nem beszélünk róla. Családi háttérről sem fogunk most nagyon beszélgetni, majd Józsi beszél valamennyit. De azért hozzáteszem, hogy lehet leülni és lehet tanulni. Vannak tanáraitok, lehet tőlük segítséget kérni. Van kedvenc tanáratok? Igen. Nagyon jó. Szeretitek őket? Igen. Hallgattuk is rájuk? Igen. Nagyon nehéz nektek, mert hogy eleve van rajtatok egy bélyeg. És hogy bármennyire is szeretnek benneteket, és az általános iskola egy nagyon jó közeg, fontos arról beszélni, hogy ti egy picit másabbak vagytok, mint az átlag. Más háttérből jöttök, más kultúrából, és máshogy reagáltok dolgokra, és teljesen máshogy állnak hozzátok. És azt is hozzáteszem, ezt majd Józsi el fogja mondani, hogy cigányként, hogy te tudj érvényesülni, neked háromszor többet kell teljesíteni, és háromszor többet kell tudnod. És ahhoz, hogy légy valaki, ahhoz nagyon fontos az, hogy eldöntsd, hogy te mi szeretnél lenni. És hogy nem majd döntöd el, meg majd lesz valami, hanem már most sikerül, el kell kezdeni, és sikeresen el kell kezdeni azon gondolkozni, hogy mi szeretnél lenni. Egészen messzire indult, és valahova egészen furcsa világba érkezett. Hogyan fordult az érdeklődés a rákutatás irányával? Hiszen Karcagról elég messzire az út. Igen, nem egy kis út volt, amit megtettem, de a környezetem is most már egy egész ország nagyon jól fogadta, és nagyon büszkék rám, és ugye azáltal, hogy kétszer is hétköznapi hűssé választottak, azáltal elhivatottak egy olyan dologra is, amiért most is itt vagyok, hogy egy picit az új generációt motiváljam a felé, hogy igenis van lehetőség, még van más út is ki lehet törni. A tehetség úgy tűnik, az mindenképpen utat tör magának, viszont egészen speciális témát választott. Ez már az egyetem éveim alatt tudatosult bennem, hogy mindenféleképpen egy genetikai eredetű betegséggel, vagy egy nagyon ritka betegséggel szeretnék foglalkozni, és pont kapóra jött 2013, amikor be tudtam kapcsolódni egy olyan kutatási területbe, ami nagyon specifikus, ugye a szájüregi rák korai diagnózisával foglalkozom. Sokan értetlenkedve hallgatják, hogy egyáltalán létezik ilyen. Persze, hát nem egyszerű nyilván a szakmámról beszélni, de próbálom a leghétköznapibb nyelven elmondani nekik. Nagyon sok a közös pont az életünkben, hiszen én is annak idején lehettem olyan 6-7 éves, amikor én azt éreztem ugyanúgy, ahogy Ricsi is, hogy én is király vagyok, és én is lehetek valaki. Sőt, ha körbenéztem, ugye a 90-es évek közepéről beszélünk, akkor nem volt más, csak nyomor. Én egy Karcagon nevelkedtem fel egy cigány telepen. És akkor a rendszerváltás után már annyira drasztikus volt a mély szegénységnek a kialakulása, hogy az emberek már azon gondolkoztak, hogy másnap mit esznek, vagy miből teremtik elő maguknak azt, ami szükséges egy normális életkörülményhez, ami mondjuk, majd picit durván fejezem ki, ami a többségi társadalomnak, a magyar társadalomnak megadatott. Nekünk ez nem volt meg. Ebből az nagyon sok negatív energiából nekem lett egy óriási pozitív kitörni vágyás, egy pozitív energia, hogy én szeretnék valamit megmutatni. De ez tényleg el kellett magamban dönteni azt, illetve el kellett hinnem magamról, meg bíznom magamban, hogy én is ugyanolyan király vagyok, mint ahogy Ricsi volt régen, és én is meg tudom valósítani. Ugye amikor nekem feltették a kérdést annak idején, hiába tudták, hogy én már tehetséges vagyok, én se tudtam rá válaszolni, hogy mi szeretnék lenni. Azt mondtam először, hogy szeretném nagyon jó eredménnyel elvégezni az általános iskolát. Én Karcagon jártam az Arany János általános iskolába. Minden 8 évben kitűnő tanulmányi eredménnyel iskola elsőként végeztem, és csak az volt az álmom, hogy megcsináljam úgy az általános iskolát, mint még előttem senki. Ezt egy picit tovább gondoltam, amikor 7-es, 8-os voltam, nekem már el kellett döntenem, hogy mit kezdjek magammal. És nekem, mivel láttam, hogy a helyzet még most sem javul, sőt egyre több negatív hatás, intenzitás, megkülönböztetés, vagy ahogy manapság divatosan használják, diszkrimináció él minket,
Én úgy döntöttem, hogy mégis megyek tovább, és nem érdekel, hogy az emberek mit mondanak, meg hogy lenéznek, vagy azt mondják rólam, hogy stréber, vagy kiutálnak. Bár ettől nem kellett félnem, mert szerintem az iskola egyik legrosszabb gyereke voltam. Nagyon rossz gyerek voltam, többször ki akartak rúgni is, azért, ahogy viselkedtem, tényleg szó szerint magatartás 2-es, szorgalom 5-ös. De mivel akkor volt bennem a tanulási vágy, így akármi történt, én tudtam, hogy akármit csinálok, akármivel vagyok, én a legelső, a legfontosabb az a számomra a tanulás. Én szerettem volna jogász vagy ügyész lenni, hogy non-profit módon, azaz önkéntes módon segítsem a cigány embereket. És ez mind középiskola második, harmadik évig, nekem ez így is volt, ugye én a középiskolának Pécsen kezdtem meg, hogy minél távolabb kerüljek Karcagra, hogy minél jobban tudatosan ki akartam szakadni. Igazán már 15 éves korom óta teljesen független vagyok, van két nővérem meg egy bátyám, és mindannyian nagyon hamar nekünk nem volt lehetőség, nekünk felnőtté kellett válni. Nekem 15 éves korom óta én magamat tartom el, ott nem volt mese, nekem csinálnom kellett a dolgot, és nekem úgy kellett fejben elterveznem, hogy mellette még odafigyeljek is a tanulásra, és nem menjen bele semmi ilyen dologba, amiért mondjuk elvihetnének a börtönbe. Hogy ugye nekem mint ugye fejben már megvolt, hogy jogász akarok lenni, nekem az erkölcsi bizonyítványomban nem lehetett semmi. Szóval nekem ez tudatosan még egy bélyeg volt, hogy akármennyire is ott vannak a jó barátaim, akik próbálnak belehúzni, Nekem talán kellett maradnom. Speciális környezet, speciális közönség és egészen különleges téma. Rák, öröklődés, higiénia, iskolában vagyunk. Ez egy egészen más környezet. Mit lehet ilyen szinten átadni ezeknek a fiataloknak? Az elsődleges cél ugye, mint hétköznapi hősnek, hogy megmutassam azt, hogy ki lehet szakadni. A másik pedig, amiért itt vagyok, hogy felhívjam a fontosságát arra, hogy mennyire fontos az, hogy tanuljon az ember, és ne adja fel, és legyen egy álma, próbáljon egy céltudatosan kiépíteni, vagy kialakítani magának egy rövid távon való tervezést, illetve egy hosszú távon, hogy legyen egyáltalán összegezve egy jövőképe, és hogy ne, és ehhez a legegyszerűbb mód az a tanulás. És beültem a legelső pacsorba a biológiai órára, és soha nem felejtem el, első héten, és ugyanakkor még nem is voltak barátaim, de minden barátom ott maradt Pécsen, nekem egy óriási tűrés volt, nem is akartam barátkozni, csak úgy beültem az első pacsorba, és kérdezgetett a tanárnő tőlem, mint ugye a legelőbb 50 centire ültem tőle, és mindig kérdezett valamit. Én mindig válaszoltam, mert tudtam, mert elég volt, hogyha odafigyeltem órán. És ez, amit mondott Ricsi is, hogy neki is elég volt 20 percet tanulja, én amikor hazamentem, nekem soha nem kellett leckét írni, hogy 10 perc alatt megcsináltam már az óra kicsengetés előtt, mielőtt leadta a tanár, mert odafigyeltem órán, tudtam tudatosan, hogy az, amit ő mond, az nem hülyeség, és oda kell figyelnem. Ha odafigyelek, akkor nekem sokkal több szabadidő marad otthon. Nálunk a szabadidő úgy volt, hogy én reggel kimentem az utcára, és majd este, amikor már sötétedett a lámpa, akkor tudtam, hogy haza kell menni. Sokan úgy gondolják, hogy külföldön van a világ. Én is szeretnék kimenni, mert van egy rész, amikor azt mondja az ember, hogy már itt nem tud tovább fejlődni, és olyankor ki kell mozdulni egy picit mondjuk egy más városba, vagy akár egy más országba kimenni, és fejleszteni saját önmagát az embernek. Ez természetes dolog. Hol tart most? A határokat kezdi feszegetni? Hát a határaimat igazából mindig azt hittem, hogy elértem a határaimat, de jó Isten mindig azt megmutatja nekem, hogy van még tovább is, van még lehetőség is. Én már közel vagyok ahhoz, hogy a doktori címet megkapjam, innen szeretnék már egy picit kimenni külföldre és kint folytatni a kutatásomat. Elmentünk ilyen különböző versenyekre, én bevallom őszintén nem tettem oda magamat, nem volt soha a biológia kedvenc tárgyam, igaz, hogy minden ötös voltam, de a történelem volt az etalon. És azt vettem észre, hogy minél több versenyre mentem el, annál közelebb kerültem hozzá, annál jobban értettem mélységnek, és 2005-2006 fordulóján volt az, hogy adott egy lehetőség, hogy én összerakjak magamnak egy tudományos pályamunkát, és egy versenyre is el tudjak menni vele, egy igen nívós országos versenyre, ez a Tudok konferencia volt. Én egy drogprevenciós drogok használatával, azok hidegélettani hatásmechanizmusával kapcsolatban kezdtem el foglalkozni, mert ugye abban az időszakban, akkor többen Magyarországon a legjobban a drogfogyasztás, illetve akkor terjedt el, és itt kapu volt, hogy a cigánytelepen nem láttam mást, így szóval a forrás az meg volt, hogy mivel dolgozzak. Nekem ehhez nagyon sok tudományos hátteret kellett elolvasnom, olyan könyveket megértenem, amit már szinte tényleg egyetemi szinten oktatnak, és azt vettem észre, hogy eltelt ez az egy másfél év, ami nekem a készülés volt. Én azt vettem észre, hogy
nagyon megtetszett, nagyon szerettem, és hogy otthon érzem magam benne, ez tök jó, szeretném csinálni, és innen jött az, hogy elmenjek egyetemre, és picit berövidítve, az egyetemet elvégezve, én már akkor tudtam, hogy valami nagyon ritka betegséggel, vagy genetikai eredetű betegséggel szeretnék foglalkozni. Ugye elvégeztem az alapdiplomámat, ez 3 év volt, mint oklevelős biológus. Az ismeretterjesztés és a kutatás, meg az, hogy valaki hétköznapi hős, ez 3 teljesen külön világ. Hogy lehet ezt, hogyha összeegyezhetnék? Ez baromi nehéz volt az első időszakban, de most már megtanultam kezelni, és nyilván szét tudom választani, és nyilván annak a fontosságát csak úgy tudom felhívni, amit képviselni akarok, hogy így megmutatom azt, hogy ki vagyok, és mit lehet elérni. Milyen érzés hősnek lenni? Na, baromi jó érzés tényleg, és példaképnek lenni nagyon jó érzés. De nagyon sok teherrel, ez a kellemes teherrel jár, mert ugye óriási felelősség van a hátamon, a vállamon, és ezt cipelni kell. De viszont erre el lettem hivatva a Jóistentől, és ezt próbálom képviselni.